A fiatal képviselőnő is az Európai Unió demokratikus folyamatába történő, külföldi beavatkozással foglalkozó, külön bizottság soraiban dolgozik, ahol nagy figyelmet fordítanak a félretájékoztatás, a fake news és a dezinformáció veszélyeire. Az üléseken Magyarországról is egyre több szó esik. Angolul nagy viták vannak a misinformation, disinformation közötti különbségekről, ami sokat számít, főleg, hogyha a szabályozásról fogunk majd beszélni, illetve, hogy a külföldi beavatkozás az mit jelent, európai vagy tagállami szinten. Volt szó Magyarországról, de alapvetően próbáljuk európai szinten az összes aspektust körbejárni, úgyhogy lesz még szó szerintem Magyarországról, ugyanis azt is meg kell vizsgálni, hogy a magyar kormány keleti nyitásának következtében milyen olyan rizikófaktorok jelenhetnek meg Európában, ami mind a félretájékoztatás, azaz dezinformáció, mind pedig a külföldi befolyásnak a teret, és azért több ilyen jelenség is megfigyelhető, sokan most a Fundan Egyetemmel kapcsolatban is ettől félnek, hogy ez is egy újabb lehetőség erre, vagy akár az 5G hálózat kiépítésével kapcsolatos tagállami stratégiák mentén jött ez még szóba, de épp úgy a különböző befektetési cégek, bankok jelenléte, vagy akár a letelepedési engedélyek kapcsán, hiszen hogyha egy tagállam letelepedési engedélyt ad egy harmadik országbelinek, azzal gyakorlatilag Schengen miatt az egész Európai Unióban kinyit egy ajtót, és nem mindegy, hogy melyik tagállam hol meg mind kereskedik ezzel. A bizottság egyik legizgalmasabb területe, hogy a választási kampányok és a politikusok unión kívüli befolyásolási kísérleteit is felderíti. Egészen olyanokat is vizsgálunk, hogy a politikusok, tehát a különböző, akár tagállami, akár európai szinten a politikai szereplők közvetlen vagy közvetett pénzügyi támogatásai, lobby hálózatain át. Egészen, hogyha őszint akarok lenni, én amúgy a civil szféra védelmében dolgozom nagyon sokat, de megfigyelhetők a Gongónak nevezett civil kezdeményezések is, és nagyon sok mögött amúgy külső befolyás, vagy a külföldi beavatkozás, anyagi beavatkozáson keresztüli európai társadalmi változásokra próbálnak ráhatni ezekkel a civil kezdeményezésekkel. Tehát ezek az úgynevezett álcivil szervezetek, ez nem csak kormányközeli álcivil szervezetek lehetnek, hanem sokszor külső harmadik országból pénzelt civil szervezetek, aminek nyilvánvalóan társadalmi vélemény befolyásoló hatással lépnek fel, és ez is az álhír, a dezinformáció, és végső soron az itteni társadalmi folyamatokba való beavatkozásnak a melegágya. Az Európai Unióban éppen nagy vita zajlik arról, hogy hogyan induljon újra a kontinens a koronavírus járvány leküzdése után. Képviselőtársaim, előttünk van egy olyan javaslat, amely az igazolt védettséggel rendelkezők számára unió szinten törölné el azokat a korlátozásokat, amik karanténhoz vagy negatív PCR-teszthez kötik az Európán belüli utazást. Nagy konfliktus van amiatt, hogy a tagállamok más-más vakcinákat használtak az oltási kampány során. Például Magyarország az orosz és a kínai szereket, amiket még nem fogadott el az Európai Gyógyszerügynökség. A nem engedélyezett szerekkel oltottakra pedig több ország nem terjesztené ki az uniós vakcina útlevelet, amivel nem ért egyet Donát Anna. Volt egy parlamenti álláspont, amit mi leszavaztunk azért, mert hátrányosan megkülönbözteti azokat az EU-s állampolgárokat, akiket keleti vakcinával oltottak be ahhoz képest, akik egy nyugatival, és szerintünk ez elfogadhatatlan, már csak azért is, mert több mint 1 millió magyar állampolgárról beszélünk, és ezért ezt emeljük ki, hogy ők nem csak a saját, hanem a köznek védelme érdekében is beoltatták magukat, és alapvetően Európának az a célja, hogy minél hamarabb átoltott legyen, és minél hamarabb visszaadhassuk azt az alapvető EU-s jogot, hogy szabadon mozoghat. Az egész kezdeményezés erről szól. Úgyhogy most a tanácsnál van a labda, és végsősorban ennek a három intézménynek kell megállapodnia, és az a cél, hogy júliusra ezek a védettségi, EU-s védettségi igazolvány elfogadásra kerüljön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most amúgy a magyar kormánynál nagyon-nagyon fontos lobby
tevékenységnek kéne, hogy megtörténjen, ugyanis most nekik kell a magyarok érdekeit érvényesíteni a továbbiakban, ami egyrészt szól arról, hogy akár belekerüljön az a kiegészítés, amilyen ezt a módosítót amúgy mi is megszavaztuk a parlamenti javaslatban is, ott nem ment át, de ettől még a tanács meg lehet ezzel gyurmázni, hogy ne csak az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott védőoltások legyenek automatikusan bevonva a korlátozásmentes utazási jogkörbe, hanem akár a WHO által elfogadott oltások is. Ez azért lenne fontos, mert a kínai Sinopharm oltás napokon, heteken belül elfogadásra kerül a WHO listáján is, illetve hát remélhetőleg a Sputnikot az EMA is el fogja fogadni a következő hetekben. Tehát alapvetően arra mennek a folyamatok, hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetés. Az interjú másnapján érkezett a bíztató hír, hogy az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálni fogja, elfogadható-e a kínai Sinopharm vakcina az uniós normák szerint.